A Központi Választási Bizottság kisorsolta a július 21-ére kiírt előrehozott parlamenti választásokon induló pártok szavazati listás sorszámát. Összesen 21 párt indul a megmérettetésen. Az elnökválasztáson fölényes győzelmet arató Volodymyr Zelenszky pártja, a Népszolgája a 14-es számot kapta, míg az általa legyőzött Petro Poroshenko Európai Szolidaritás nevű pártja a 10-es számon indul. Az egyéb közismert politikai szereplők közül a még most is hivatalban lévő miniszterelnök Grossman Ukrán Stratégiája nevű pártja a 11-es szám alatt, a már több évtizede aktív politikai életet élő Julia Timoshenko Haza nevű pártja a 3-as számon, és a politika színterén nemrég megjelent Sziatoszláv Vakárcsuk Hang nevű pártja a 18-as számon indul az előrehozott parlamenti választás. A június 26-ai testületi ülésen a Központi Választási Bizottság döntést hozott 7 képviselőjelölt regisztrációjának törléséről. A jelöltek közül egy pártlistás jelöltként indult a választásokon, a többi 6 egyéni választási körzetben indult volna. Ez utóbbiak között szerepel Gulácsi Géza is, aki a 69-es számú választási körzetben indult, de a KMKS-UMDS között született megállapodás értelmében visszalépett Tóth Miklós javára. Ezen kívül a bizottság bezárt 4 korábban idéglenes szándékkal létrehozott speciális választási körzetet, illetve elfogadta a szavazólapok alakját és a szövegét. A szavazólapok mérete az induló jelöltek számától függően fog változni, de az anyaga, illetve a szövegezése egyforma lesz. Az egyéni körzetben induló jelölteket ABC szerint fogják feltüntetni. Ha egy választókerületben több teljesen azonos nevű jelölt is indul, akkor őket a születési évszámuk szerint növekvő rendben fogják feltüntetni a szavazólapon.